Újra szabad az út, már használhatják az autósok az úgynevezett metró csomópontot. Kara Ákos államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a beruházásra azért volt szükség, mert korábban nagyon sok baleset történt itt. A kormány a javaslatunkra úgy döntött, hogy nettó 1,4 milliárd forintot biztosít arra, hogy 3 körforgalom, illetve közel 1000 méter hosszan 2x kétsávosítás szolgálja a biztonságot a jövőben. Ezt a munkát 2 ütemben terveztük. Az első ütemet nyár közepén, nyár végén indítottuk, akkor azt ígértük, hogy karácsony előtt a közlekedőknek visszaadjuk a forgalmat. Nagyon örülök annak, hogy tudtuk teljesíteni ezt az ígéretet. Az M1-es autópálya és a 83-as főút találkozásánál 2 turbókörforgalom épült, amelyek használatát egy ideig még biztosan szokni kell az autósoknak. A belépés nagyon fontos, minden csomóponti behajtó ágon külön tábla figyelm mutatja, hogy melyik sávba, milyen irányba lehet tovább haladni. Ezeknek a tábláknak a figyelésével a jó belépés meghatározza, hogy hol lehet kihajtani a forgalomból. Ahogy mondta, ezt tanulni kell, de utána nagyon hatékony és balesetmentes áthaladást tesz lehetővé. A tervek szerint jövő nyára elkészül az újabb csomópont, kialakítása tavasszal indulhat. Útépítésre azonban nem csak itt kell majd számítani. Javasoltam magam is a 82-es út felújítását, illetve a 83-11-es útnak a felújítását, burkolatcseréjét, vízelvezetési munkáit. Ezeket természetesen össze fogjuk hangolni a meghirdetett útfelújításokkal. A térségnek az az érdeke, hogy sok fejlesztési forrás érkezzen, a térségnek az az érdeke, hogy sok fejlesztés történjen, és az itt élő embereknek pedig az az érdeke, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséggel tudjuk ezeket a beruházásokat, munkákat elvégezni. Közben pedig zajlik a Győr-Pápa közötti szakasz tervezése, engedélyeztetése is. A kivitelezés 2019 első fél évében kezdődhet, a befejezés pedig 2022-re várható.